sárkány farokja, meg még ilyen farka soha nem volt volna. Tehát ezek megint olyan jelzések, amik hát gyorsan rámondják, hogy igen, ez tulajdonképpen egy bibliai téma volt, hát ilyen rangrejtett módon ebben a menekülés Egyiptomban téma jelenik meg. Jelenik ám meg a körösztanyát térje. Tehát az, hogy az ikrekben valaki megszületik, szűztől születik, vajon, ha itt születik meg, akkor hol lehet az atya? Tehát milyen szellemiség szülötte az, amelyik az ikrekben válik gyermeke? Nyilvánvaló vele szemközti, teljesen nyilvánvaló, hiszen a szellemiség-testiség kapcsolat az mindig egymással szemközti, úgynevezett opozíciós kapcsolat. Egyértelmű a nyilas szellemiség itt, földteste. Ezért hasonlít Szűz Máriára és a gyerekre. De ez nem Szűz Máriának a története az új szövetség leírása szerint, hanem egy kozmológiai, tehát egy működési rendszer, amely előírja, hogy egy nyilas szellemiség szülötte, az bizony Krisztus-szerű lesz. Tehát ebben a világhónapban vagy Jézus-szerű, pontosítok, mert ez születéskor még csak Jézus-szerű lesz, aztán majd később lesz Krisztus-szerű. Tehát vagy Jézus-szerű lesz, de akkor a szellemisége csak nyilas-szerű lehet. Na most a mi szellemiségünk milyen? Nyilas-szerű természetesen. Tehát itt olyan mértékig lehet látni, hogy a megváltást nem tudja más népen produkálni. Mert ha nem nyilas jellegű a szellemisége, nem is fogja vállalni. Azt mondja, ott dögöljetek, mert az a lényeg, hogy én még ma jót, ehessem jót, ihassam, és a harmadik ikeségét ki sem mondom. Tehát ezek a megváltást elindító belső késztetések, ezek máshol sehol nem jelennek meg a napúton. Tartósan egyetlen napúti egy keretén ez csak a nyilasban jelenik meg, mert a mögötte lévő magasabb rendű minőség, tehát a saját tétrendszerű központ az generálja. A következő most már tényleg gyorsabban, tehát ezt mind a két irányban nagy testű fekete állat jön előre. Hát ezt szoktuk mondani, mint a bivaj. Igen, mert a bivaj következik. Tehát az a ráknak a megfelelője. De megint, ha nem vennénk észre, hát abban van egy fekete, meg egy beleíródó fehér minőség. Tehát leíródik a legszabályosabban a ráknak a mozgásképlete. Tehát a nyári napfordulós tulajdonságkör. Hogy például ez a forma, ami nagyon hangsúlyos, hogy kerül mögé, hát ez az évkörben nagyon határozottan jól azonosítható jel. Hát ezt a mérlegnek szoktuk nevezni. Tehát itt valahol a mérlegnek is meg kell jelenni, de ezt én most nem elemzem, mert ez egy másik ráindulás lenne. Ez úgynevezett misztikus tulajdonságoknak a rendszer. Mindegyikben benne van. Tehát ezért van az, hogy ha én pusztán csak is a patkánynak akarnám, akkor nem jutok egészen a lényeghez. Miért? Mert a szűznek is meg kell jelennie. Mert az ikrek és a szűz, tehát a patkány és a szűz, ezek misztikus kapcsolatban vannak egymással. Ez a normális és misztikus zodiákos közötti viszony. De ezt én most nem mondom végig, mert akkor keverni fogjuk. Csak hogy érzékeltessem, itt nem arról van szó, hogy na hát ezt bezzeg nem tudja magyarázni, hanem arról van szó, hogy egyszerre ne akarjunk mindent fölhapzsolni, mert elcsapja a hasunkat. Tehát abban a kis könyvben, ami azt hiszem itt is kapható volt, mindez benne van. Benne vannak egyenként is a folyamat ábráik. Úgyhogy most csak végigszaladunk a folytatásra, kérem a következőt. És akkor megjelenik a nagy ragadozó. Tehát az a nagy ragadozó, ami ugyan lótestben jelenik meg, de aki már látott ketrecben tigrist vagy oroszlán, mert a tigris is az oroszlán is, ennek a napút egységnek a jelölője, az tudja, pontosan ilyen a nézés, és pontosan ez a puha lépte van. Tehát ez nem a lónak a lépése, ez a nagy ragadozónak a lépése. Kérném a következőt. Tehát ha ez oroszlán volt, a következő viszont a szűz, azt is mindjárt mutatom, kérném a következőt. Úgy van, tehát tulajdonképpen ez az oroszlán, ez pedig a macska, és itt mint macska, tehát ennek a tulajdonságnak a kicsinyített változata jelenik meg, és ami itt nagy tékozlásként, erőpazarlásként jelenik meg, az itt visszafogódik. Tehát a szűznél indul visszafelé a folyamat. És ha eddig leszámoljuk, ugye bakkal indult, bak, vizöntő, halak, kos, bika,
ikrek, rák, oroszlán, arató, szűz. Ez az ujjam, 9. Tehát 9 lovas jelenik meg az előtérben. Itt fordul vissza a folyamat, és akkor itt látunk egy olyan állatot, az előzőt négyen kedves iszony. Rossz sorrendbe tettem be, tudni, most kell őt látnunk, na most ilyen farka soha nem volt a lónak. Soha. Ha naponta kopasztjuk, akkor sem. Viszont gyíknak annál inkább ilyen a farka. Most már tényleg csak a gyorsaság kedvéért mondom, mert rájönnünk magunktól is. És amit itt látunk, egy ilyen egészen rövidke fej, és ebből külön megfestve, külön piros színnel, egész idáig érő láng csap ki. Na most ez melyik forma lehet? Ráadásul óriási mértékben hangsúlyozva van a nyereg, ami egyébként egyáltalán nem hangsúlyozódik. Hát a nyereg az évkörben ugye a mérlegnek a megjelentő, és ennek keleten a sárkánya megfelelője. Tehát ha én gyík formába adom és lángot szór, hát ez egy elég tetemes nagy gyík lehet. Ráadásul nincsenek lábai, idáig tart a lába. Tehát a lábai itt nem mennek tovább. Se itt nem jelzi, hogy ez mehetne tovább. Azt jelenti, hogy nyík lábai vannak. Tehát egészen pontosan kirajzolódik az a forma, ami itt következik, tehát a mérlegnek megfelelő sárkány. Na most a következőt most akkor... Igen. Aha. Több rendbérileg jelezték nekem, hogy vége van a beszédnek. Egészen könyörtelenül. Igen, mert 20 van. Hát akkor még ezen az egyen, és akkor ezzel el fogunk búcsúzni. Tehát most kettőt mentél előre, gondolom. Igen. Tehát ez a következő, most itt tessék megnézni, itt indul, és egészen idáig hullámzik. Ez a kígyónak megfelelő, ez ami a skorpió. A farka hangsúlyos, mindenféle értelemben, de ezt már nem részletezem, és egyenesen neki megy a szűznek. De nem a feje táján ám. Na most ez a skorpió, tehát ez a férfi nemi szervnek a megfelelője az emberi test zodiákusában. Tehát ő még nem tudja szegényként, de innentől kezdve ő már anya jelölt. Még nem alkalmas rá, mert még nőnie kell egészen idáig, és tessék meg, még hozzáér, és abban a pillanatban bemozdul. És akkor innen már nem ugyanez a forma ismétlődik, hanem tessék megnézni, keresgélni kezdi egymást. Itt már egészen szívszerű. Mintha először a szív maga egy ilyen lüktető szív jelenne meg. Na most, ha a nőnél nem a szív jelenik meg először, akkor nyugodtan búcsúzunk el tőle. Mert akkor ez egy kék harisnya lesz, és elviselhetetlen. Tehát az első a szív, ami elkezd működni. Utána az még egy kicsit visszavonul, és kérném a következőt. Igen, nem nagyon akarja tudni. Azt hiszem, talán egy kicsit sok csúnyát mondtam a nőkről. Mehetünk. Tovább, igen, tehát itt jártunk, itt feloldódott, na még egyet menjünk. Úgy van, akkor még egyet menjünk, most már ezen nem fogok tudni végig szaladni, és akkor itt látjuk a következő sort, tessék megnézni, az előbb itt jártunk, ez a szív, itt vagyunk a középpontja, középvonalában a tejutfának, feloldódik, és egyszer csak valaki elénk lép. Ez, na most ezt nézzük meg közelebbről. Úgy van, és ez lesz az utolsó képünk. Tehát megjelent, milyen pózban jelenne, teljesen egyértelmű. Tehát ez a két alak, aki körülveszi, semmivel nem valószerűbb, mint az, aki földből, ebből a vörös agyagból, ebből kapja meg a testét. Most a vörös agyagot az Ószövetség nyelvén hogy nevezik? Ádám. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést. Tehát az első ember ebből a vörös agyagból van, de ha nem tetszik, elmehetünk az indiánok közé, és ott is a vörös anyag, egy bizonyos ez a pipestone-nak az anyaga, ebből lesz az ember. Ezért van a pipa anyaga, amit mi békepipának nevezünk, mindig ebből a pipestone-ból. Tehát ezzel búcsúzom, az, akit szellemiségeként kaptunk odafönn, akinek a kifejezett testi megjelenése majd itt lesz, annak itt van a testi megvalósulásához a mintázat. Tehát minek fog megszületni? Tanítónak. Annak, aki a táltos fokozatán elbúcsúzott tőlünk, mint marokkói tanító. Annak lesz a továbbiakban az életútja, ennek a kisgyereknek az életútja. Milyen pedig hazavezet. Köszönöm a türelmet, figyelmet.